Sziasztok! Az Eko Horgászat videócsatorna következő részében újra egy csatornahorgászat következik be. Újra ellátogattam a nyugati főcsatornára. Sajnos idén ez csak a második horgászatom itt, pedig már augusztus van. De sajnos csak most tudtam eljönni. Na most, hogy is készültem két férdelbottal? Jelenleg egyébként most nem Ohat mellett vagyok, hanem a 33-as főút mellett. És a múltkori horgászatomkor, amiről a videót is láttátok, tavalyiról, ott volt egy busa akasztásom, ami sajnos lefordult, hiszen nem busának szánt szerelék és etetőanyag volt a horgon, inkább szerelék, mert etetőanyagban volt egy kis felhősítés, gyanánt egy kis busa anyag, valószínűleg ezért sikerült akasztani. Viszont a horog kicsi volt, így nem tudtam megmeríteni, és elment a hal, és az idei első horgászatomra már úgy érkeztem, hogy egyik bottal busáztam, és sikerült is két busát fogjak. Ebben a csatornában én még nem találkoztam nagy busákkal, ezek olyan 1-1,5 kilós busák voltak. Most is hasonló horgászattal készültem, az egyik bottal busázni fogok, busás etetőanyaggal. Meg is mutatom nektek, hogy melyik az az etetőanyag, Carbzoom-nak a búsás etetőanyaga. Ebből fél csomaggal kevertem be, már csak annyi volt, és azzal fogok horgászni. Nem etetek rá egyébként, csak a bordás kosárral, amennyit sikerül bejuttatni. Már fogtam is egyet egyébként az első dobásra, ez nem volt nagy, fél kiló maximum, viszont ez elég jó indulásnak. A másik bottal pedig későbbiekben pontyozni, amúrozni fogok, de már etettem is egy kis erjesztett, házi készítésű erjesztett kukoricával. Ez már több mint egy éves kukorica, úgyhogy elég kemény bukéja van. Rakétával a szembe parton etettem belőle. Viszont egyenlőre még kis metódszerelékkel, kis pici metódhoroggal horgászok rajta. Fader Competition márkájú csoki narancs ízesítésű metód Dual Wafters pelettel, ami egyébként ugyancsak egy költséghatékony, mert 700 forint, és azért elég jó csali anyagában, biztos és illatában is. Ez az első horgászatom vele, és már fogtam is egy keszeget. Úgyhogy jelenleg ez a cél mai napra, remélem, hogy sikerül nektek jó sok halat mutatni. Mivel hogy a busázás és a pontyozás, amúrozás etetőanyagában, és ugye amivel én etettem, valahogy nem jön össze, ezért nem egymás mellett horgászok a két bottal, hanem a busázást jobbra oldom meg, a jobb szélső bottal, egész oda ledobok, egy olyan 30-40 méterre. A erjesztett kukoricával pedig oda a bokrok alá etettem,
és oda horgászok most valójában keszegre, de későbbiekben rakok fel valami nagyobb csalit, vagy elresztett kukoricát, és várom majd a amúrokat, esetleg pontyokat. Na, én még ilyet nem tapasztaltam, nem is láttam még szerintem ilyen kicsi amúrt. Ezt a busázós szerelékkel sikerült fogni. Hatalmas kapással érkezett, egyébként húzta a féket. Szokásához képest hiába kicsi, de a végén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőlködött, de természetesen megy vissza. De mégis, hogy milyen szerelékkel busázok, azt most megmutatom. Egy sima bordáskosár, és a végén, viszonylag hosszú elékén van egy nagy horog. Viszont ezt most annyiban módosítom, hogy följebb is rakok egy horgot, rövidebb előkével. Itt van egy forgó, vagyis egy karabiner és forgó. Hogy ide, erre a szakaszra, egy paternoster kötéssel rakok egy oldalfület. Azt pedig úgy vitelezem ki, hát sajnos nem sok damilom van itt ezen a részen, de megpróbáljuk. Átfogjuk. Ezt a részt egy párszor átforgatjuk. Tehát még egyszer akkor az elejétől. Megfogjuk a damilunkat. Képzünk egy ilyen fület. És akkor ezt a szakaszt elkezdjük a képzett fülön forgatni. Vagyis átbújtatni, de közben ezt a részt itt megtartjuk. Mert azt fogjuk majd átbújtatni a lyukon. Egyszer, kétszer, háromszor. Ez most nekem így elég is. És akkor ezen a fülön átbújtatjuk a megtartott belső fület. Kihúzzuk. És akkor látjátok, egy ilyen szakasz képződött. Bent tartva az ujjunkat, ezt így megfeszítjük. Nem lett olyan szép, látjátok ott az kis oldalfül. És ebbe fogom belefűzni a horgot.
ami egy rövidebb előkén van, egész röviden, egy egyszerű hurokkal. Így, és akkor az is ott lesz. És ugye így van ott egy horog, van a végén egy horog, viszont összeakadni nem tudnak, mert van közöttük pár centi. Jó? És akkor a csali az alsó horog, mivel hogy viszonylag nagy, ezért arra egy midi méretű pufit rakok, kicsit följebb húzom a szárára, így. A másik horogra pedig egy mini méretűt. Azt is mutatom. Tehát ez valamivel kisebb horog, de ez sem kicsi. Ezt pedig ide fölhúzzuk. Ezt is úgy a szára felé valamelyest. És akkor így néz ki a szerelék. És akkor megy ide a kaja, és mehet be. Szép hal volt, de sajnos elment. Ez volt a csali. Az etetésről jött. Thank you.
Na lassan vége a mai horgászatnak, eddig tudtam sajnos maradni, nem tudok egész nap. Összegezve a mai napot, egyébként elég eseménydús volt, bár volt már jobb nyugati speca is. Fogtam rengeteg keszeget, fogadtam volna többet is, de a reggeli pár óra után abbahagytam alapvetően a keszegezést. Valamint fogtam kárászt, fogtam egy darab törpeharcsát, fogtam busát, fogtam amúrt, valamint végül sikerült pontyot is fogni, bár a pontyjal kapcsolatban volt ugye még a délelőtt reggel folyamán egy jó kapás, a sajnos a kishorog miatt nem lett meg, aztán volt még egy kapás a elrészett kukorizás etetésen, az sajnos a végén akadt le, az egy jó 3-4 kilós pontyocska lehetett, de aztán nem adtam fel, és végül sikerült fogni egy 2 kilós pontyot a végére, úgyhogy az is meglett. Viszont ha belegondolunk abba, hogy ugyebár ez jó pár halfaj, viszont ebből az őshonos hal, a keszeg és a ponty, ezen kívül a törpeharcsa, a kárász, a busa és az amúr, az ugye nem őshonos halunk. Ez azért elég nagy probléma szerintem, hogy őshonos halak igazából elég nagyon kismértékben, kis számban, típus számban, fajta számban van jelen a vizeinkben. Viszont abból a szempontból egyáltalán nem bánom, hogy elég harcos halak voltak. Hiába az amúr is kicsi volt, meg valójában a busa is, mégis elég nagyon harcosak voltak. A pontyra visszatérve pedig
a 2 kilós ponty is úgy kezdett küzdeni, és úgy küzdött igazából a végéig, mintha valami nagy testvér lenne, mint a saját magának a nagy testvére. Aztán végül kiderült, hogy egy 2 kilós pontyocska volt. Egy másik megfigyelés, ami a mai napon elég nyilvánvalóvá vált, ez pedig ez a technopufi. Ugye már hortobágyi pecámon is azzal fogtam a pontyot, most viszont azzal fogtam keszeget is, kárászt is, busát is és amúrt is. A pontyot most nem azzal fogtam, viszont fogtam már vele ugyebár. Tehát eléggé lecsökkent a jelentősége a szimpla technopufinak, bár különböző ízesítésben vannak, és én azt gondolom, hogy a bedobás utáni pár perc után már teljesen mindegy, hogy milyen ízű volt, mert nem lehet érezni rajta. A színe annál fontosabb talán, viszont a jelentősége magának a csalinak, ennek a hungarocell golyónak annál nagyobb, ugye ez ebből a pecából is kiderült, ha csak azzal pecáztam volna, sem maximum azt a pontyot nem sikerült volna megfogni, amit a végén végül sikerült. Egyébként ugyanolyan jó pecám lett volna, sőt ki tudja, hogyha másik boton is azzal pecázok, akkor mi lett volna. Szóval az egyik legolcsóbb csali fajta, és már nem sok jelentőséget tulajdonítanak a horgászok neki, maximum lebegtetik egyéb csalikat vele, de már az is ritka. Viszont ebből a pecából kiderült, hogy eléggé eko cucc, viszont annál jobb. Ennyi volt a mai peca. Köszi szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!